Egyenlő munkáért egyenlő bért követelt a nőknek az LMP nőnap alkalmából. Az ellenzéki párt társelnöke a Nemzetgazdasági Minisztérium épülete előtt bejelentette, országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be a parlamentnek a nők védelmében. A kormány képviselője közben több bölcsödei férőhelyet ígért. Az ismert színésznő Kovács Patricia pedig Facebook oldalán azt írta, nem kér a férfi politikusok utcán osztogatott virágaiból, helyette inkább tegyenek a nőket érő erőszak ellen. Megdöbbentő nőnapi üzenet. A közösségi oldalra posztolta 5 évvel ezelőtt készült képeit Kovács Patrícia. A színésznőt akkor egy a nőket érő erőszakkal szembeni tiltakozó kampányhoz fotózták. Hatalmas monokli, felduzzadt ajak, lehorzsolt váll. Azt akarták a képsorozattal üzenni, hogy függetlenül társadalmi és vagyoni helyzetétől bármelyik nőből lehet áldozat. A megrázó fotók a színésznő szerint most arra sem vesztettek aktualitásukból. Itt a nőnap, és azt gondoltam, hogy nem kérek én a virágokból, amit a sarkon osztogatnak, hanem törvényeket szeretnék, hogy mi hamarabb fogadjanak el, hogy könnyebb legyen. Az LMP aktivistái táblákkal a kezükben vonultak a Nemzetgazdasági Minisztérium épülete elé. Egyenlő munkáért, egyenlő bért követeltek a nőknek. Az ellenzéki párt társelnöke bejelentette, országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be a parlamentnek a nők védelmében. A magyar kormány és a magyar parlament vállaljon kötelezettséget arra, hogy a mostani igazságtalan, a nőket hátrányban tartó és a dolgozói szegénységet fokozó helyzet megváltozzon, javuljon belátható időn belül ebben az országban. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára szerint a kormány már eddig is sokat tett a nőkért. A részmunkaidős munkavállalást igyekszünk támogatni, a munkahelyvédelmi akcióterv vagy egyed extra mind-minden intézkedések, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a nők minél könnyebben össze tudják egyeztetni a munkájukat a családi élettel. A nőnapon a legtöbb férfi idén is vett virágot, igaz, az árusok szerint kevesebb pénzért és kevesebbet, mint korábban. Az egyik virágos híradónknak azt mondta, a tulipán volt a sláger, ebből fogyott a legtöbb. A férfiak átlagosan 300 forintot költöttek. Pénteken részben vittek árut, tegnap alig vittek árut, ma egy picikét van forgalom, a hónapi nap, aki még lemaradt, talán még azok kárpótolnak ezekért a napokért. Miskolcon a nők közül, aki akart, olcsóbban utazhatott kisvonattal Lilafüredre. Aranyosak, kedvesek tőlük, hogy így gondolnak a nőkre. Máshol a múzeumokba mehettek be féláron.